Szeretettel köszöntöm Önöket, Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. Klopács Péter és Mészáros Zalán nem kisebb célt tűztek ki, mint hogy megtanítják Magyarország lakosságát újraéleszteni. Mai műsorunkba őket hívtam vendégül, ismerjék meg velem Pétert és Zalánt, és életmentő módszerüket. Sziasztok! Szervusz! Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, amit már első körben nézőknek elmondanék, hogy nem volt olyan könnyű az első telefonos egyeztetést megejteni, hiszen Péterrel próbáltam egyeztetni, és hát folyamatosan riasztások voltak, és mindig menned kellett. Nem lehet könnyű az élet. Igen, egy kicsit mozgalmas a mentő munka, meg az a munka is, amit mi az Alánnal végzünk az újraélesztés terén, hiszen járjuk az országot, mindenhova eljutunk, és nagyon sűrű a program. Picit később beszélünk akkor a módszeretekről, de beszéljünk egy kicsit a szakmáról, a szakma szeretetéről és az indulásról. Hogy jött az életetekbe a mentőzés? Nekem nagyon váratlanul érintett ez a dolog. Jelentkeztem az Orvosi Egyetemre, és volt egy évem, hogy felvegyenek. Nem sikerült az első, majd a második, és menet közben pedig lent voltam Vajtán egy egészségügyi tábor, vagy ilyen sérült gyerekek táborába, és ott megkért az egyik mentős kollégánk, hogy segítsek vigyázni a gyerekekre. És ott vigyáztam, nagyon megtetszett, mesélt róla, volt pont egy felvétel, ápolói helyi felvétel, elmentem, jelentkeztem, felvettek. És onnantól már egyenes út vezetett a főiskolára, és onnan a mentőautó elsülésére. Az elején egyébként nem voltak ilyen viszolgások? Gondolok én itt arra, hogy ugye nagyon sokan, akik mondjuk ápolónak mennek így az egészségügyi iskolába, azért hiába azt mondják, hogy szeretném én ezt a szakmát csinálni, de mondjuk félek a vértől, félek a egyes helyzetektől, amik mondjuk előfordulhatnak így az utcán, valaki rosszul, ezt nem biztos, hogy tudok segíteni. Hogy ezt nehéz leküzdeni az elején, vagy volt egyáltalán ilyen? Szerintem nem. Én a Petivel együtt kezdtem, így egy időbe kezdtünk, és inkább a lelkesedés. Nagyon tetszett, amit csináltunk. Mindig menni akartunk, újabb esetet és újabb esetet lásson az ember, és nagyon sok pozitív élmény volt ebbe az egészbe, és tényleg még az a fiatalos lendület vitt bennünket abszolút az egészbe. Persze utána, amikor már jobban kiismertük a szakmát és ennek a nehézségeit is nagyon sokszor, akkor már jobban elgondolkodott az ember, akkor már voltak akadályok bennünk, meg aggályok, inkább úgy fogalmaznék, hogy aggályok bennünk. Péter, nálad hogy kezdődött? Hát én ebbe az udvarban nőttem fel, ahol most van a stúdió, itt egy tanácsépítőipari nevű vállalatnak volt akkor a székhelye, és én annál dolgoztam, és 89-ben hát oda jutottunk, hogy mi voltunk az első munkanélküliek, és hát hirtelen tenni kellett valamit magának, val az embernek, és Kata lányom akkor született, és jobb híján elmentem haza Gyedre, és feleségem visszament dolgozni, és hát nekiálltam munkát keresni, és hát a mentőszolgálat lett belőle, történetesen úgy, hogy jó, egy évet kibírok, és majd jó lesz. Hát ez az egy év azóta is tart, most már 27. éve itt vagyok, és nagyon megszerettem ezt a munkát, hiszen nagyon nehéz munka, nagyon nehéz, mind lelkileg, mind fizikailag, megterhelő ez a munka, de megtalálja benne az ember a szépséget, és egy idő után már nem tud elmenni. Ugye te mentő technikus vagy, te pedig mentő tiszt. Mi a kettő között a különbség? Hogy kell elképzelni a munkátokat? Hát a mentő technikusság az egyszerűbb. Én gépkocsi vezetőként kezdtem a mentőszolgálat, nem mentőgépkocsi vezetőként. És az ember mindig többet szeretett volna tudni, többet szeretett volna tanulni, és saját pénzemen beiratkoztam az 5.2-es mentő szakápolói OK és gyakorló mentő ápolói iskolába, ezt a Bugát Pálba végeztem el, és még tovább tanultam, megcsináltam az 5.5-öst, szintén saját pénzen, ezt nem olyan régen fejeztük be a bajtársaimmal együtt, és ennek a kettőnek az egyvelege tulajdonképpen a mentőtechnikusság, hogy az ember vezet és ápol is. És a mentőtiszt? Ez egy nagyon-nagyon nagy magyar dolog egyébként, és szülemény. Ez a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végeztem a mentőtiszti karon. Tulajdonképpen orvosi, tehát emeltszintű munkát, orvosi munkát végezhetek munkaidőmben, nem orvosként. Ami
gyakorlatilag teljes felelősséggel jár, és te felelsz az egész csapatért gyakorlatilag, illetve a betegnek az állapotáért, és te fogod össze azt a tímet, azt a csapatot, amivel dolgozol, ami áll általában egy mentőgépkocsiból, illetve áll egy ápolóból. Hogy kell elképzelni a ti munkátokat abból a szempontból, hogy mondjuk, vagy onnantól kezdve, hogy mondjuk megjön a riasztás, és mondjuk onnan odáig, hogy beviszitek a beteget a kórházba. Leadjátok, úgymond. Hát erről most már inkább már csak én tudok beszélni, hiszen az Alán pályát váltott és elhagyta a mentőszolgálatot. A mentőmunka mindig egy nagyon összetett csapatmunka. Itt mindig egy kicsit katonai jellegű ez a mentőmunka. Mindig van egy irányítója az egységnek, aki dönt, aki a többiekre is vigyáz. Általában ugye ezek a magasabb végzettségű emberek, akár az oxiológus szakorvosok, mentőtisztek, vagy az 5.5-ös mentőápolók. És amikor egy helyszínre kiérünk, ott bizony nagyon sokszor fájdalmat, illetve szenvedést találunk, amit uralni kell, mint emberileg, mint határozottsággal, mint munkával. Ez sehogy máshogy nem lehet végezni, csak teljes szívvel, teljes odaadással. Ez egy teljes értékű embert kívánó munka. Ez egy olyan munka, mentő munka, amelyik nagyon sokszor összeszorítja az ember szívét, de viszont csak egyetlen egy cél lebeg az ember előtt, hogy a beteget minél profibb módon ellátva, minél hamarabb bejuttassuk a kórházba, a megfelelő osztályra, ahol is a szakszerű kezelést folytatják a beteg érdekében. Szoktak lenni, vagy legalábbis hallomásból olyan esetek, amikor mondjuk nem feltétlen kellett volna mentőt hívni. Milyen szempontok alapján mérlegelik, illetve a kollégáitok, vagy a csapat, milyen szempontok alapján mérlegeli azt, hogy szükséges, nem szükséges? Azért hallani olyat, hogy megdorgálják esetleg a beteget azért, hogy mondjuk mentőt hív, amikor nem kellett volna, mondjuk lehet, hogy az ügyeletet kellett volna hívni. Én amikor mentőtisztként dolgoztam, én ezt soha nem engedtem, de szerintem ez nem is volt. Tehát ilyenről én nem is tudok, hogy nem lehet ilyen. Ha a beteg segítséget kér, és mentőt kérnek hozzá, ő lehet, hogy most találkozik életében először egy egészségügyi személyzettel, egy mentő személyzettel. Nem a mi feladatunk felvilágosítani. Tehát ő, amikor ezzel találkozik, akkor nekünk ugyanolyan teljes szívvel és teljes értéküként kell kezelni a dolgot, nem a mi feladatunk dorgálni, illetve a betegeket irányítani. Tehát aki segítséget kér, azért megy a mentő, hogy segítsen. Nagyon-nagyon profi irányító csapatunk van. Most Nyerge Zsuzsának hívják az irányítás vezetőjét. Itt Székesfehérváron ők fel vannak készítve különböző tréningeken arra, hogy megfelelő módon kiszűrjék az ilyen riasztásokat, és hogy megfelelő minőségű autót tudjanak küldeni, de ez az ő kompetenciájára lesz egy másik műsorban, hogy ezt elmondja. Egyébként nekem mondjuk, mint laikusnak, honnan kellene tudnom, hogy mondjuk az ügyeletet vagy a mentőket hívjam? Nyilván függ attól, hogy mi bajom van, de mondjuk lehet, hogy sokan nem tudják azt, hogy most éppen a mentőt hívjam, vagy az ügyeletet. A mentőszolgálat nagyon sok helyen átvette az ügyeletnek az irányítását is, és így sokkal könnyebb ezt eldönteni, vagyis eldől már telefonáláskor, amikor azt a számot felhívják, hogy kit fognak keresni, illetve ki fogja irányítani önöket. Ez egy nagyon egyszerű történet, és ez már működik tökéletesen. Emlékeztek a pályafutásotokból kirívó esetekre? Nyilván számos, rengeteg eset lehetett, de egy-egy olyan, ami mondjuk olyan megmosolyogtató esetleg, vagy egy-egy olyan kirívó, ami mondjuk nem olyan jó érzésekkel tölt el titeket. Szerintem mindegyikünknek van, mind a kettőnknek, és ezt a programunkat is ez éltette, illetve ez miatt alkottuk. Nekem volt egy olyan esetem, amikor egy édesanyja, az édesanyja meghalt, és a 8 éves kislánya hívta hozzá a mentőt, és nyomta a mellkasát. Olyan sikeresen, hogy amikor mi odaértünk, akkor még egy 5 percet csináltuk, volt egy ritmuszavara, amit kezeltünk elektromosan, befelé már altattam az édesanyját a kórházba, és kézenfogva mentek haza 1-2 hét múlva. Tehát ha egy 8 éves gyerek egy ilyet meg tud csinálni, akkor gyakorlatilag miért ne tanítsuk, hogy csinálta és mint csinálta, meghatározta az egész életemet nekem is. Szerintem Petinek is vannak ilyen történetei. Nagyon-nagyon sok történet van. Nagyon sok fájdalommal, nagyon sok szenvedéssel. Az ember igyekszik kitörölni ezeket az emlékeket, de nem lehet. Veled él,
benned él, akármerre jársz, mindig tudod, hogy ott történt-e valami, vagy mi történt, sőt pontosan emlékszel, hogy hogy helyezkedtek az emberek. Ez valahol egy nagyon, nagyon lelkileg, nagyon megterhelő feladat. Én úgy gondolom, hogy nem szeretnék egy esetet sem kiemelni. Éppen azért, mert annyi minden történt az elmúlt 27 év alatt, annyi öröm és annyi tragédia, főleg tragédiák, hogy az ember nem szívesen beszél róla, és elnézést kérek, de nem fogok mesélni egy esetet sem, mert olyan érzéseket vált ki az emberből, ami nem biztos, hogy olyan reakciókat hozna ki belőlem, ami helyén való lenne. Egyébként, ha már mondtad a feldolgozást, hogy tudjátok megélni azt, hogy egyes esetekben kimentek, és mondjuk nem pont az, tehát nem mindig pozitív a végeredménye mondjuk a munkátoknak. Nyilván azért ehhez nagyon erősnek kell lenni, vagy hát kell esetleg megtanulni módszereket, hogy hogy dolgozzátok fel. Mi a Petivel sokat és sok tragédiában voltunk, és nagyon sokszor átbeszéltük ezt a történetet. Általában, amikor visszamentünk a mentálmesokkor, reflexzerűen ettünk. Nem tudom miért, reflexzerűen ettünk, és csendbe voltunk. És mondjuk az, hogy ti barátok lettetek időközben, az segített? Vagy itt így egymást át tudjátok segíteni így a nehezebb időszakokon? A mai napig. Igen. A mai napig, igen. A programunkban beszélek erről, amikor az előadásokat tartjuk. Nagyon sokszor beszélek a lelkiismeretről. Amikor az embernek van hozzá kellő energiája és kellő olyan szívfájdalma, hogy ezt elmondja, főleg gyerekeknek szoktam erről beszélni. Hogy megértsék azt, hogy az embernek a lelkiismeretének tisztának kell maradnia, és azért kérjük, hogy segítsenek az emberek, és merjenek segíteni, hiszen nem mindenki menthető meg, de ha meg se próbáljuk, akkor milyen emberek vagyunk. Igen, kérem, oda kell menni, és meg kell próbálni segíteni. És erről nagyon sokszor szoktam beszélni, hogy én nagyon sokszor fölébredek éjszaka is, nagyon megviseli ezt az embert, és nagyon jó család, nagyon jó feleség kell, akik támogatják az embert abba a pillanatában is, amikor nem biztos, hogy úgy cselekszik, vagy hangosabban beszél, vagy úgy viselkedik a többiekkel szemben, ami elvárható lenne emberileg, és bizony nagyon, én nagyon szerencsés vagyok, nagyon megértő családom van, Zalán 5, én pedig 3 gyermeket nevelünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mind a ketten szerencsések vagyunk, hogy olyan életet élünk, ahol teljes családi életet tudunk élni. Ugye, ahogy Zalán mondta, nyilván mind a ketten feltettétek erre az egészre az életeteket, és hát ebből kifolyólag is született meg annak az ötlete, hogy ti megpróbáljátok a magyarországi lakosságot megtanítani az újraélesztésre, és minden emberhez eljuttatni ezt a célt. Most már ugye évek óta gondolom, hogy sikeresen működik, legalábbis reméljük. Mutassuk meg egy kicsit a nézőknek, hogy miről is van szó, milyen ez a kampány, amit ti folytattok. Kérnék 5 percet az életért! Figyeljetek ránk! 5 percet kérünk az életért, jó? Bármikor a kampusz területén rosszul lehet valaki! Zalán mondja, hogy mit csináljatok! Összeesik itt ez a gyönyörű nő! Ki akarja újraéleszteni? Nagyon jó! Így kell csinálni! Menjetek oda hozzá! Lehet, hogy nem részek, hogy itt fekszik a fesztiválon! Nézzétek meg! Rázzátok meg a vállát! Reagál vagy nem reagál? Ha nem reagál, nézzétek meg, hogy él vagy nem él. Szegjétek hátra a fejét, nézzétek a légzését. Teszi vagy nem veszi a levegőt. Ha nem veszi a levegőt, akkor kezdjétek el nyomni a mellkasát. Nézzétek, hogy. Nem kell lélegeztetni, csak nyomni. Tudtok vele rengeteget segíteni. Peti megmutatja a technikát, hogy. Figyeljetek ide rám! Tegyétek össze a kezeteket! Tegyétek össze a kezeteket! Figyeljétek az erőt! Tegyétek össze a kezeteket és ütemre nyomjátok! Harcoljon ez a zene hangosabban! Harcoljon! Menni fog ez az újraélesztés! Figyeltek, ismételjük át, mit kell tenni! Merjetek oda menni! Mit csináljunk? Merjünk oda menni! Nyomjátok le a vállát! Mit csináljunk? Nem hallom! Nyomjátok le a vállát! Következő lépés! Nézd meg, hogy éle! Ha azt mondja, hogy menj a francba, így szeretek feküdni, akkor ott kell hagyni! Nyomni kell a mellkasát, ha nem veszi a levegőt!
Rendben van, el ne felejtsétek, hiszen egy élet múlhat rajta. Légy szíves, ne felejtsétek el, amit tőlünk tanultatok. Valóban ennyire egyszerű lenne megtanítani az újraélesztést? Igen, ez, hogy így felidéztük ezeket a képeket. Nem ebből áll a programunk, ez csak egy része, ez egy arca a programnak, amikor ilyen nagy fesztiválokon vagyunk. Egyébként vannak előadásaink kisgyerekek, óvodások számára, felnőttek számára, ahol elmagyarázzuk, hogy mi a hirtelen szív halál, hogy csinálják, illetve hazamenjenek és megfogják, hogy tudják ezt megmutatni. Mi adtuk ezt az első otthon gyakorlás lehetőséget a világon először az embereknek, egy zene és egy gumilabda segítségével, és amit lehetett hallani, itt egy kicsit kiemelt a fényben, hogy nem kell élegeztetni, ennek az úttörői Magyarországon mi voltunk. Most már hivatalosan laikusnak, aki nem tud lélegeztetni, nem kell. Aki tud, természetesen lélegeztessen. Ugye hoztunk ide két labdát, megmutatnátok nekem is, hogy kell csinálni? Igen, azért ez nem olyan egyszerű, hogy van egy labdánk. Ez a labda arról szól, hogy az otthon, amit az Alán mondott, hogy az otthon gyakorlás lehetőségét felajánljuk. Ebben a világon egyedülállóak vagyunk, ezt senki nem tudja. Ma, ha valaki el akar menni, megtanulni, segítséget nyújtani, akár újraéleszteni, akkor annak be kell jelentkezni egy tanfolyamra. Ha van esélye, befér, ha nincs esélye, nem fér, különböző nehézségek ott adódnak. Mi pedig azt mondtuk, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, készítettünk egy kisfilmet, ahol elmutatja az a kisfilm, hogy menjen oda, természetesen a bátorság, a botorsága nem összekeverendő, csak akkor menjen oda a biztonságban van, kérdezze meg, hogy segítete. Amennyiben nem válaszol, akkor szedjük hátra a fejet, nézzük a mellkast 20-ig számolva, vagy emelkedik, nem emelkedik. Ha nem emelkedik, tegyük össze a kezünket, tegyük rá a mellkast közepére, és nyomjuk. Ugye van egy pár adat, amit tudnunk kell, az, hogy nyomjuk le 5-6 centi mélyen ezt a mellkast, hogy sikeres legyen az újraélesztésünk. Nem is jó szó ez az újraélesztés, hiszen a mellkasban lévő vért az agysejtek megmentésére irányítjuk és toljuk fel az agysejteknek, tehát kívülről mi leszünk a szív, és ezt határozottan egy zene ritmusában, ugye van a zenében ez a BPM, ez a leütések száma, nekünk olyan zene kell, ami ilyen 100-120 közötti leütések száma, rengeteg zene van, nagyon sok zene van, én nem tudok jobbat mondani a kis karácsony nagy karácsonynál, tudom, hogy most jó idő van, de ezt mindenki ismeri az óvodástól, a felnőttig ezt mindenki ismeri, és mi azt találtuk ki, hogy ezt a labdát a mellkashoz hasonlítottuk, amikor te elmész egy tanfolyamra, ott egy félbevágott műanyag babát nyomsz, amiben egy 20 centi hosszú rugó van, 10 centi átmérőjű 10-es rugóacélból, azt kell nyomni, ez a baba kezdődik 500 000 forinttól 22 millió forintig, ez a labda meg kezdődik 200-tól 1500 forintig, egyébként is van otthon a kutyának biztos van labdája, el lehet venni, betenni a videót, megnézni, gyerekkel meg lehet tanulni, ez a program arról szól, hogy továbbadható, és egyszerűen össze kell tenni a kezünket, mintha a mellkasra tennénk, és akkor nyomjuk, hogy kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már a karácsony, tökéletesen működni fog. Az előbb mondtad, hogy 5-6 centi, azt honnan tudjam? Ez egy nagyon jó kérdés, ugye mindig tele vagyunk adatokkal. Mi azt szoktuk mondani, hogy nyomjuk, ahogy bírjuk, hiszen a mellkasnak van tartása, van ellenállása, nyomjuk, ahogy bírjuk. Ha netán rottyanik egyet, akkor vegyünk vissza. Tehát akkor eltöltem a bordáját. Akkor eltöltem a bordáját, de ez nem baj, azt tudni kell, hogy nem baj. Még egy dologban egyedülálló a mi programunk, ez pedig az, amikor is azt mondjuk, hogy ha egyedül vagy, mit tegyél. Mindenki azt oktatja, hogy kérem maradjon itt, kérem hívjon mentőt újraélesztésre. De könyörgöm, amikor egyedül vagyok otthon, akkor hogy mondjam valakinek, hogy maradjon itt? Azt kell megérteni, hogy amikor mi elkezdjük megetetni az agysejteket, akkor a 4 percünk, mert ugye 4 perc alatt halnak az agysejtek. Nem úgy van ez, hogy az első percben 1 200 000, az egy jó berúgás. Nem kérem, itt a 4. percben 0 agysejt van, jó? Azért kell megetetni. Elkezdjük nyomni a mellkast, föltoljuk a vért az agysejteknek, életbe tartjuk őket. Mindig újraindul a 4 perc, megállhatok, hol van a telefonom, női táskák rejtem, 4. zseb legkisebb sarkába, elfutok érte, oda viszem, mindig megállhatok egy cselekvéssor idejére, de ez ne legyen hosszú cselekvéssor. Amúgy is a munka meg fog nyugtatni. Egyébként nem tudnád elindítani a 104-et, vagy a 112-t, a piros gombot nyomkodnád, meg az ődet fölváltva, nem tudnád, hogy mit nyomjál be, mert ideges vagy. Igen, kérem, nyomjuk, ez az egyetlen esélye, nyomjuk a mellkast.
Ott a telefon, oda tettem el, én folytatom, hogy most menj a hívószám, rendben van, fölhívom őket, kérem, jöjjenek, segítsenek. Úgyhogy két dologban is egyedülállók vagyunk, az otthon gyakorlás, és hogy mit csináljunk, ha egyedül vagyunk. Szerintem nagyon sok mindenkinek félelme van, mondjuk, hogy biztos, hogy én értek ehhez, hogy meg tudom tenni, hogy egyáltalán, ugye vannak nagyon sokan, akik lefagynak, hogyha mondjuk egy rosszul létes embert látnak. Hogy tudjátok az embereket rábírni arra, hogy merjenek cselekedni? Hát ez a lefagyás, ez valószínűleg azért van, mert nincs mögötte tudás. Mi pont a Petivel ezt a bátorságot emeljük ki, hogy merjék megcsinálni. Próbáljuk ezt otthon gyakoroltatni, minél többször csinálják, mert amikor ott van a baj, akkor ő képes lesz megcsinálni, és gyakorlatilag idézően egy mellényzsebből ki tudja húzni ezt az egészet, hogy én erre képes vagyok, és meg tudom csinálni. Ennek az a lényege az otthongyakorlás, az egyszerűség, a megegyezhetőség. Úgy hallottam, hogy azért 20-25 ezer ember áldozatául esik ennek a dolognak Magyarországon. Mit gondoltok, hogy ezzel a programmal már valamennyire csökkenthető ez a szám, vagy csökkent? Egy statisztikát tudunk erre mondani, hogy 1000 emberből mindig egy kicsit hasonlítjuk Németországhoz. Tudjuk, hogy más-más egészségügyi kultúra. 1000 emberből Németországban 993 ember tud újraéleszteni. Magyarországon kicsit döbbenetes ez a szám, 17. Tehát 17 ember. Most olvastam pont egy új friss statisztikai adatot, hogy ennek a 70%-a megmenthetőek lennének az embereknek, ha mernénk csinálni az újraélesztést. Tehát 25 ezer ember 70%-a óriási nagy szám. Óriási nagy szám. És mi a Petivel ezt a programot most már 3 éve csináljuk, reméljük, hogy ez az 1000-ből 17 új adatok nincsenek, reméljük, hogy most már 26-30, és haladunk arra, és hogy elérjük a célunkat, hogy tudjanak az emberek újraéleszteni. Egyébként milyen visszajelzéseket kaptok? Én azt látom, hogy most így, ahogy bejátszottuk a felvételt, hogy megpróbáljátok ugye a fiatalokat megcélozni, nagyon laza stílusban álltok ki, semmi komplikáció nincs benne, teljesen egyszerű az egész, és mégis az ő nyelvükön próbáltok hozzájuk szólni, akár egy fesztivál keretében. Utána mit szoktak mondani nektek? Nagyon sokan jönnek, nagyon sokan megköszönik. A legnagyobb élmény az, amikor megyünk valahova oktatni, és oda jön valaki, hogy kérem, én ezt már gyakoroltam otthon, kérem, én már segítettem valakin. Ezek nagyon nagy élmények. A legnagyobb tervünk, ami elkezdődött itt a Székesfehérvári városban, és a Székesfehérvár önkormányzata és a Klik, a Székesfehérvári Klik segítségével, az az, hogy a tanmenetbe bekerüljünk az iskolákba. Nagyon egyszerű dolgot találtunk ki rá, hiszen labdák vannak a tornaórákon, ezért a testnevelő tanároknak megkerestük az egyesületét, akik azonnal mellé álltak a programnak. Segítséget kaptunk még a helyi OTP önkéntes csoportjától is, akik támogatnak bennünket, és odáig eljutottunk már, hogy leoktattuk a testnevelő tanárokat, akik tornaórán nagyon egyszerűen legyakoroltatják, hogy igen, kérem, ezt kell csinálni, nyomjuk le vára, szegjük át a fejét. Labdák ott vannak, zenét lehet betenni, lehet gyakorolni, és találkoztunk most már tornatanárokkal, ez annyira friss dolog, hogy ez most kezdődött el ettől a fél évtől, és annyira nagyszerű érzés az, amikor mondják azt, hogy találkoztunk tanárokkal, akik azt mondják, hogy igen, kérem, mi már csináltuk, és a gyerekek szeretik, és egy hatalmas élmény ezt hallani. Na, ez az igazi visszajelzés, és ha minden osztályba, az országba, minden iskolába be tudnánk kerülni, akkor az lenne egy igazi fegyvertény, akkor felnőne egy olyan generáció, egy 5 év múlva, 10 év múlva, akik már úgy jönnének ki a 8. osztályból, a középiskolákból, hogy tudnak és mernek cselekedni, hiszen a legfontosabb az, hogy merjenek cselekedni, hiszen akkor milyen világot élünk, ha elmegyünk egy földönfekvő ember mellett. Kérem, úgy kell megnevelnünk a jövő generációját, hogy arra képesek legyenek, hogy oda menjenek, és azt mondják, hogy segítetek, barátom. Hát én köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meséltetek nekünk, a tévénézőknek magatokról és a programotokról. Én azt kívánom nektek, hogy minél több emberhez jusson el ez az üzenet, tanulják meg minél többen az újraélesztést, és nagyon-nagyon kevésszer legyen rá szükség. Köszönöm szépen. Köszönjük.
Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!